Szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez alkalommal a hit növekedéséről fogunk beszélni, és ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni. Ez a Tesszalonikaiakhoz írt második levélben van, az első rész harmadik versében. Tehát Pál ezt írja, szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Nos, milyen csodás mondat ez. Tehát a hit növekedéséről szeretnénk beszélni. Remélem, hogy szükségünk van is arra, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen állapotban van a hitünk, illetve, hogy esetleg még hitre kellene jutnunk, azaz megtérnünk, és hogy mit is tehetünk azért, hogy a hitünk növekedjen. Tehát az aranyszabály az, hogy minden, ami él, növekszik. A kő bármilyen nagy is, nem növekszik. A rothadó fa, az odús fa nem növekszik. A mezőgazdaságban a májusi eső aranyat ér, mondják az emberek. A nap melege és aztán az eső hatása elindítja az elvetett mag fejlődését, kibontakozását, a növekedését, és az a kis gyenge növény a kemény talajon átfúrja magát, és egyszer csak megjelenik. És nem áll meg, hogy éppen lássuk, hogy van valami kis zöld levél ott, hanem növekszik. Így van ez más esetekben is, a növényvilágban is. Az állatok is, milyen aranyosak, édesek a kiskutyák, amikor megszületnek, ó, de bájosak, megsimogatjuk őket, és aztán úgy elcsúnyulnak, megnőnek, nagy lompos farkuk lesz, idétlenek lesznek, és így tovább. De nőnek. Hát, hogyha egy kiskutyú szoptatós maradna 5 éven keresztül, hát az elég nagy bajnak a jele lenne. Tehát az ember élete is ilyen, hogy az ember is megszületik, és növekedésnek indul. Ha már a gyerek nem eszik, ha már a gyerek sír és kezelhetetlen, akkor nagy aggodalom van, mérik állandóan a szülők. Mit csinálnak a szülők? Állandóan mérik. Mit mérnek? Mit mérnek a szülők a kis csecsemőn? Lélegzik-e? Igen, hát kilóra mérik, hogy lélegzik-e. Van az a gép, amit ráraknak az ágy. Szájára teszik és lélegzik. Na de a növekedésnél ez van, hogy megmérik, hogy hány deka, hány kiló, és akkor apuka, anyuka, ó, de boldog, hogy már egy kilóval erősebb a fiunk, a lányunk, és hogy már mászni is tud, meg egyéb dolog. Tehát
Csak az nem növekszik, ami nem él. Tehát egy korhatfa, akárhogy hullik rá az eső, és akármilyen erővel süt rá a nap, nem növekszik. Pál apostol írja korintusiaknak, hogy ő végzi a plántálást, a magok elszórását, a munkatársa Apollós pedig az öntözést. Ki adja a növekedést? Isten. Kolbász. A nagy kenyér. Az adja a növekedést. Nem. Hát ezzel számolnunk kell, hogy az Úr adja a növekedést. Ez természetesnek tűnik nekünk. Hát hívők vagyunk a többségében, és ezek a gondolatok nem mondanak újat, de új lehet az, hogy megvizsgáltam-e magam, hogy nálam van-e növekedés, hogy lelkileg, hogy esetleg csak stagnálok, egy helyben vagyok, és nem növekszem. A hit olyan, hogy mint tudjuk is, hogy Isten ajándéka, Isten igéje hívja elő belőlünk a hitet. Isten igéje és szent lelke erősíti meg a hitünket. És a hittel kapcsolatban is beszélhetünk úgynevezett krízisről, amikor úgy érezzük, hogy tele vagyunk kételyekkel, az aggodalmak elnyomják bennünk a hitet, a félelmek, és hogy vajódik az ember, szeretne is hinni, de ugyanakkor kételkedik is. Hiszünk is, meg nem is, és hol az egyik erősebb, hol a másik a kétel, hol a hit, és hogy az ember ilyen krízis állapotba kerülhet. De, hogyha valakinek a hite krízisbe jut, akkor adjon hálát, halleluja, krízisbe került a hitem. Mert a krízis állapotban az emberben egy belső küzdelem kezdődik el, és aki az Úr Jézus Krisztusra néz, az megerősödve kerül ki a hit kríziséből. Tehát sokan feladják a hitet, amikor krízisbe jutnak, nem érdemes, úgyse jutok semmire, nem nekem való, és a többi. Tehát ez a kérdés, hogy ismerjük ezt a hit krízisét, ezt a krízis állapotot? Majd megkérdezlek benneteket utána, majd várom a válaszokat. Tehát ahhoz, hogy növekedhessen a hitünk, először is hitre van szükségünk. Hogy mi a hit? A klasszikus meghatározása a zsidókhoz írt levél 11. részében, az első versben van, a hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, Róma 10:17. Tehát van igaz hit és hamis hit. Tehát az igazi hitnek az ismertető jelei, már én beszéltem erről nektek, de lehet, hogy el is felejtettétek, hogy a bibliai hit az komplex hit. Tehát nem csak egy szál valami kis gyenge nátszál valami az én hitem, hanem az egy összetett, így főleg három eleme van,
Tehát hiszek, és akkor nem sejtéseim vannak Krisztusról, hanem tudom, hogy kiben hiszek. Ez egy fontos dolog. Tehát mit jelent ez, hogy tudom, hogy kiben hiszem? Tehát a hitnek van tárgya, és a hitnek van intenzitása. A hit tárgya az, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus szeret engem. Ő a hit tárgya. És hogy én ezt milyen erősen hiszem, ez az én lelkiállapotomtól függ. Tehát lehet, hogy az objektív vonatkozás az rendben van, hogy hiszem, hogy van Isten. Ez a hitem tárgya. De hogy ezt milyen erővel, hogy milyen intenzitással hiszem, ez egy lényeges dolog. Hát hiszem, szatyora alján ott van a hit, de a Krisztus ereje meg mindent hiszek, csak éppen bennem nem működik. Tehát hiszek, ez az objektív dolog, hogy mit hiszek. Tehát hiszem, amit a Biblia mond, hiszem, igaznak tartom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát ez a hit akkor nevezhető élő hitnek, ha együtt jár az életünk átadásával. Hiába mondom, hogy hiszek Istenben, ha nincs átadás, nincs elkötelezettség. És a hit engedelmesség nélkül nem hit. A hit cselekedetek nélkül nem hit. A másik összetevője a hitnek, tehát, hogy igaznak tartom, amit a Biblia mond, és hogy elfogadom a prófétákat, akik által Isten kijelentette magát, tehát nem egy sejtelmes hitem van, és hogy igaznak tartom, amit a proféták mondanak. A harmadik dolog, hogy szilárd bizalmam van Istenben, tehát egy belső bizonyosság tölt el Isten személyével kapcsolatban. A római levél 8. része foglalkozik ezzel, hogy a mi lelkünk és a Szentlélek bizonyossá tesz bennünket arról, hogy bizonyossá tesz Jézus Krisztusról, hogy feltámadott, hogy ő az üdvözítő. És a hitnek ugye van célja, a beteljesülés. Várjuk a hit célját, az üdvösséget, idézem 1 Péter 1:8-9. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Tehát ha hitre jutottunk, ez egy nagyon fontos fogalom, ugye a magyar nyelv nagyon sok oldalon ki tudja magát fejezni, hiszek, ez egy általános dolog, hogy hiszek, hittem valamikor, hinni fogok, vagy éppen most hiszek, de a magyar nyelv meg tudja határozni simán azt is, hogy hitre jutottam. Itt kezdődik a megtérés. Hitre jutottam. És ugye a görög nyelvben is ezt egy bizonyos idővel, Aurisztos idővel ki tudják ilyen pontosan fejezni, hogy nem egy folyamatról van szó, hanem hogy most elindult, most belobbant a hitnek a lángja a szívemben. Nem tudom megmondani ez, hogy történik, nem úgy, hogy én rávettem magam, hogy hiszek, hanem hogy csak úgy. Az Úr adja ezt a hitet, felébreszti bennem.
Sokan hitre jutottak, de nem tudnak fejlődni a hitben. És hogy ennek nagy baja lehet, vagy oka lehet annak, hogy nem tudunk fejlődni a hitben, hogy nincs meg az alap. És tetszett minden az evangélium, de amikor megpróbáltuk felemelni a keresztet, akkor hát megízzadtunk bele, és ledobtuk. Tehát erre az állapotra, hogy hitre jutottam, de nem tudok a hitbe fejlődni, ez az állapot jellemző. Az ige utáni vágy elhal. Többet forgatom a mobilomat, mint a Bibliát, bár a Biblia is benne van a mobilomban, de eszembe se jut, hogy oda ballagjak. Hallgatom a prédikációt, de azon gondolkodom, hogy ha bemegyek a munkahelyemre, a főnököm hogy néz rám, vagy hát erre az állapotra jellemző az tréfásan valaki így határozta meg, hogy a parasztember az istállóban mondja a mi atyánkot. Mi atyán, ki vagy az mennyekbe, nem tudom, mi van a tehénnel, jöjjön el a te országod, nem tudom az asszony mit főz ebédre. És így tovább. Tehát miközben mondom, a közben párosul hozzá valami más. Tehát elhal az ige utáni vágy, és nem élő a hitem. És a hitbe való megakadásomra, hogy nem fejlődök hitbe, jellemző az is, hogy csak az elemi tanításoknál tudok megmaradni, csak az oviban érzem jól magam, a keresztjén oviba, ahol mindig teljes tejet adnak, kávét adnak, teljes kávét, meg nem tudom mit. Tehát már a komolyabb dolgokkal nem szeretek foglalkozni, mert úgy tűnik, hogy az nem nekem való, az túlzás, az rajongás, az nem érdemes. Tehát sok minden akadálya lehet, hogy nem tudok fejlődni. És a lényeg az, hogy a tanítványok imádkoztak azért, hogy az Úr növelje a hitüket. És az Úr nem azt mondta, hogy gyerekeim, jó, hogy kértétek, hogy növeljem a hiteteket. És akkor itt egy valami misztikus dolog fog történni köztetek. Komolyan gondoltátok, hogy nagyobb hitet akartok? Tényleg? Na, pajtás, ott van a Genezáreti tó partján egy hajó, szálljatok be. Én most nem fogok beszállni, én fölmegyek a hegyre imádkozni, induljatok el. Beszállnak a tanítványok, az Úr azt mondta, hogy növeli a hitüket, elindulnak a parttól, már haladnak a tó közepére, és hirtelen egy óriási forgószél, vihar kerekedik, és a hajó dobálja ide-oda, és már kétségbe esnek, hogy mi lesz velük. És akkor, amikor a legkritikusabb állapotban vannak, akkor Jézus megjelenik a vízen. És hogy eljutnak a túlsó partra, és akkor kezdik mondani, hát kicsoda ez? Hát ez Jézus Krisztus. Hát azt hittük, hogy a Mester, hát ő valóban az Úr. Tudod, ha van elég bátorságod, imádkozz csak azért, hogy nagyobb hited legyen, de számolj azzal, hogy beültet az Úr egy hajóba, és ezt a hajót belenged egy viharba. És ott derül ki, hogy ki vagy, és hogy ott jutsz többre. A hit krízisében ott jutsz többre.